Egy hosszú hétvégén keresztül bízhatott a bajnokság folytatásában a Sényői futballcsapat. A Fiumei Viktor Imrő László edzőpáros a kényszerszünet alatt több forgatókönyvet is kidolgozott arra az időszakra, amikor újraindul a sportélet. A kormány elmúlt heti bejelentése után már a következő bajnoki meccs időpontját latolgatták a játékosok és a vezetők, az MLS döntése azonban felülírta a várakozásokat. Hétfőn ilyen derült égből bejelentették, hogy ráadásul nem csak az NB3, de ugye még az NB2 sem folytatódik, valamint az alacsonyabb osztályú bajnokságok, meg az utánpótlás bajnokságok sem. Elég nehezen fogadtuk, úgymond mi is, meg a játékosok is, mert azért még volt 11 mérkőzésünk, egy nagyon jó téli felkészülés állt mögöttünk egyébként, meg még azóta is küldtük a fiúknak a házi feladatokat, amit becsületesen csináltak, és ugye még jó lett volna azért lejátszani a hátralévő mérkőzéseket, de sajnos ugye most az egész történelmet úgy gondolom, meg a világ dolgait is átírja. Sajnos ez a vírus, ez alól sajnos ez a foci sem maradt ki. A Sényői csapat ősszel 16 meccset játszott, tavasszal viszont csak egy igaz győztes mérkőzésen léptek pályára Kapacináék. A bajnokság félbeszakításakor a negyedik helyen állt a Szabolcsi együttes az NB3 keleti csoportjának tabelláján. Ez egy nagyon ilyen csonka rövid bajnokságra sikeredett, ráadásul ugye még nézőjelesen fekvünk rá, mi csak egy mérkőzést játszottunk, mert rögtön a második fordulóban már szabadnaposak voltunk. Ráadásul elég, úgy mondhatom, hogy előkelő helyen vártuk ugye a negyedik helyen a folytatást. Én azért vagyok egy kicsit szomorú, mert úgy gondolom, hogy az addig látottak alapján, meg az elvégzett munka alapján, még lett volna ebbe a társaságba, én azt gondolom, hogy akár még a dobogóra is fel lehetett volna kapaszkodni, meg mondom, nagyon kíváncsi lettem volna még a hátralevő mérkőzésekre, hogy mi sül ki belőle a végén. Bár bajnoki meccset egy ideig nem játszhat a csapat, Sényűn nem eresztették szélnek a játékosokat. Elkezdtük azért ettől függetlenül az edzéseket, ahogy tervbe volt eddig is, hiába lefújták a bajnokságot. Természetesen mindig figyelemmel követve és betartva az adott járványügyi törvényeket, intézkedéseket, és próbálunk ennek eleget tenni és megfelelni. És mondom, legfontosabb szempont ugye a játékosok és családjaiknak az egészségének a megvédése, de dolgozni muszáj edzeni, mert ha július vége fel el tudnánk kezdeni az új szezonra való felkészülést, akkor a foci nélkül eltelt időszak az olyan hosszúra tolódik ki, hogy az a nagyon-nagyon sok eddig elvégzett munka akkor úgymond kárba menne, úgyhogy megpróbáljuk addig is ilyen csoportos edzéseket, amíg lehet, meg amíg lehetőség van rá együtt elvégezni. Aztán júniusban tervezünk majd egy kis pihenőt, és ahhoz mérten, hogy mikor fog az új bajnokság kezdődni, megkezdjük majd a felkészülést.